Minden akadály elhárult, folytatódhat a beruházás, emelte ki Pásztor István. A Palics Park Kft. Aláírta a szerződést a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériummal, ugyanis a kormány múlt csütörtöki döntése értelmében rendelkezésre áll az a 230 millió dinár, amelyből a munkálatok folytatódhatnak. A szerb költségvetés őszre tervezett módosításában további 4 millió euró dinár ellenértékét biztosítják. Szabadka mintegy 1 millió eurónyi összeget ad, amelyből be lehet fejezni az akvaparkot. Az elmúlt másfél év azzal telt, hogy el kellett hárítani a műszaki és logisztikai mulasztásokat, amelyeket azok követtek el, akik úgy ugrottak neki az akvaparknak, hogy nem volt teljes a tervdokumentáció, a beruházás pénzelése sem volt biztosítva, fogalmazott Pásztor. Ez sikerült az elmúlt másfél évben pótolni, köszönve a Park Palics vezetésének, köszönve a köztársasági elnöknek, illetve az ő kabinet főnökének, Kóics úrnak, aki sokat dolgozott annak érdekében, hogy ez a mondat ma itt kimondható legyen. Arra számítunk, hogy az elkövetkező mintegy fél évben, tehát valamikor az év végéig, a jövő év elejéig ez a komplexum ki fog épülni. Mintegy 4,5 hektáros terület gazdagodik azokkal a tartalmakkal, amelyek tervezésre kerültek. Ez azt jelenti, hogy kívül 4 bazén volna benne az épületben, aminek a területe vagy felülete mintegy 3400 négyzetméter, összesen 5 fürdőfelület vagy vízfelület állna rendelkezésre. Ha minden rendben lesz, akkor a belső munkálatokkal fogjuk folytatni, majd ahogy az ütemek fognak tovább folytatódni, úgy fogunk a külső térre is kijönni. Az akvapark azért is jelentős beruházás, mert egész évben hozzájárul Palics turisztikai kínálatához, hangzott el a sajtótájékoztatón.